Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések extra nézőit. 70 éves az Alba Régia Tánc Egyesület, 1949-ben alakult. Ahogy ebben a műsorban már megszokhatták, olyan emberekkel fogunk beszélgetni, akik nagyon sokat tettek azért, hogy ez az együttes Magyarországon, és mondhatom már bátran, Európa szerte ismert és elismert lehessen. Olyan embereket szólítottunk meg, Bogárdi Lajossal az élen, aztán Botos József, a jelenlegi és a jövő is megszólal természetesen, akik majd, amikor adásba kerülnek ezek az anyagok, hitet tesznek amellett, hogy az autentikus néptánc milyen sokat jelent, a népi kultúra milyen sokat jelent itt Székesfehérváron, illetve Magyarországon, vagy ha úgy tetszik, a Kárpát-medencében. Ma esti vendégeim Bokorné Döme Mária, csókolom a kezét, örülök, hogy itt van velünk, és Bokor Attila. Szép jó estét. Szép jó estét kívánok. No, én azt gondolom, hogy mindig fontos az eredendő, hogy ki miként kerül közel ehhez a tánchoz, ehhez a néptánchoz, hiszen ez úgy önmagában a csoda. Kellettek az elődök, de nyilvánvaló, hogy valaki, amikor megfertőződik, az egy örök pillanat. Örök pillanat azért, hiszen elkíséri egész életében. Önnel hogy történt? Elég fura volt nekem az én kezdeti időszakom. Egy egyházban laktunk a mostani táncostársammal, a Csipettel, aki tulajdonképpen először elkezdte a néptáncot. Még én a Liszt Ferenc utcában volt akkor még ugye a Fejér megyei népi együttes. Én 62-ben kezdtem el, akkor kerültem oda egész véletlenül, és tulajdonképpen 13 év volt, amikor aktívként, tehát még mielőtt férhez mentem, illetve a gyerekek, ahogy jöttek, szültem. Utána ugye volt egy kihagyás, és most már lassan 20 éve, hogy a szenior csoport tagjaként tovább művelem, és így elmondhatom, hogy több mint 30 éve épp táncolok. Igen, hát ez egy csoda dolog egyébként, hiszen azt hiszem, ön az, aki megélte teljes egészében a Fejér megyei népi együttes, az igazi népi együttessé válását, azokat a koreográfiákat, amelyek aztán országos ismertségnek vitték el ezt a csapatot, aztán az Alba Régia Tánc Együttes megalakulását, a rendszerváltás időszakát, a Néptáncfesztivált az első pillanattól kezdve, a táncház mozgalmat. Melyek voltak azok a nagyon fontos lépcsők az életében? Nyilván a házasság és a gyermekszületés az egy különleges dolog, de amit táncosként megélt. Így azt mondom így utólag, hogy szegényebb lettem volna, hogyha nem táncolhattam volna, mert tulajdonképpen a tánc az fellépésben megerősítette az embert, rátermettségben, az emberekkel való kapcsolat létrehozásában. Tehát annyi plusz tudott nekem adni a tánc, amit ha ez nem lett volna, akkor nem biztos, hogy ennyi mindent elértem volna az életem folyamán, mint amit elértem. Tulajdonképpen Attila könnyű helyzetben voltál, hiszen abban a pillanatban, amikor megszülettél, én azt gondolom, jószerivel eldőlt a sorsod. Már felvettem mindent, ugye a ritmust, ha életek így, ezekkel a szavakkal. Igen, mondjuk nem volt annyira erős kezdésem, mert maga a táncos, néptáncos karrierem az úgy indult el, hogy engem megfogtak a szüleim, és elvittek egy nyári néptánctáborba. Kati nénivel leegyeztették a hátam mögött, hogy akkor Attilának meg kéne próbálni ezt a néptáncot, mert azért van valami ritmus érzéke, hát próbáljuk ki, félve, de beadtak ebbe a nyári táborba, Bodajkra, és utána egy hetes volt, ha jól emlékszem, ugye? Igen. Egy hétre rá már hívták ugye anyuékat, hogy gyertek le, nézzétek meg a tábor végi bemutatót, mert meg fogtok lepődni. És akkor lejöttek az anyuék megnézni a bemutatót, és tényleg azt látták, hogy a Pindúr Attila nála két-három fejjel magasabb felnőtt lányokat úgy pörgeti, forgatja, és tititázik, és széki sürögítkát. És a söprűs tánc, igen, a ominózus söprűs táncot járja. És én onnan indultam el igazából, tehát a anyu vezetett be ebbe a dologba. És Fekete Katalin, ugye róla? Igen, a Katalin, igen, Fekete Katalin. Fekete Katalinról. Na ez egy csoda pillanat volt. Tehát ideje korán kiderült, hogy tehetséges vagy. Azt mondják. Igen.
Ez mit jelent a szülőnek? Beszéltem már szülő-gyermek kapcsolatról a tánc, néptánc kapcsán, de mindenki másként éli meg. Önnek milyen volt azzal szembesülni, hogy itt van a töpörtyű kicsi Attila, aki már is a nyomdokainkba lép? Hát nagyon jó volt, mert van egy nagyobb fiam, 9,5 év van a két testvér között, őt nem sikerült. Mind a kettő gyermekem az énekzeneiben kezdte egyébként az általános iskoláit, az énekzenei általánosban, tehát ott eleve kaptak ők egy alapot. Tehát én már tudtam a nagyfiamról, hogy ha az nem sikerült, akkor valami úton módon nekem az Attilát ezt ide be kell juttatnom. Végül is fölfoghatom ezt egy hiánypótlásnak, mert ugye én már a munka, a gyereknevelés mellett már nem tudtam újból, tehát visszamenni az együttesbe és táncolni, ez már az én időmben nem fért bele. Úgyhogy muszáj volt, hogy őt valami úton módon, és tényleg a Katival szövetkeztem, hogy valami úton módon elcsaljuk az Attilát Bodajkra, és akkor ő viszont volt olyan tehetséges, hogy tudta, hogy az én gyerekemet hol kell elkapni. Ez egy abszolút pozitív megerősítés a szülőnek, gondolom. Hogyne, hogy folytatja. Viszont mi minden kell ahhoz, hogy valaki olyan ívet szabjon a pályafutásának önmaga, a tehetsége és a szorgalma okán, hiszen ne feledjük, én azt gondolom, hogy a néptánchoz is nagyon-nagyon sok szorgalom kell, kitartás, hiszen egy közösség tagja a néptáncos, hiába ér el egyéni sikereket is, de az mindig a közösség eredménye valamilyen formában. Amikor elkezdted, tehát gyorsan kiderült, hogy tehetséges vagy, és végigjártad a ranglétrát méghozzá úgy, hogy minden korosztályban kiemelkedően szerepeltél. Tehát ha megnézzük, hogy nincs olyan versenyószerivel megnéztem, ahol ne lettél volna valamilyen díjra jelölt különböző kategóriákban. Hogyan lehet fejlődni egy kisrácnak, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy különböző impulzusok érik a gyermeket. És te pedig megmaradtál, és utána majd később nyilván arról beszélünk, hogy hogyan folytatódott a pályafutásod, megmaradtál azon a szinten, azon a egyre magasabb szinten. Szerintem a pedagógusok azok, akik engem nagyon jól fogtak meg gyermekkoromban, és arra az útra tereltek rá, hogy munka, 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 szorgalom, szorgalom, és a harmadik a tehetség, mert csak tehetségből nem jutottam volna erre a szintre el. Szóval én nekik köszönhetem annak a pedagógus munkának, meg annak a bizalomnak, amit belém fektettek azok az oktatók, akik ugye a gyerekkoromban a Kati néni, Török Sanyi, tovább kezdve szépen fölfele, amíg el nem jutottam a felnőtt együttesig, mellettem álltak. Én ennyit tudok erre. Az, hogy bejártunk és néztük az eredeti anyagokat, és hétvégenként is bementünk még ugye az István terem, Adi terem, illetőleg lent volt a szakmai, ahol elkértük a kulcsot a Botos Józsiéktól, hogy nézhessük a VHS-en a széki, sűrűritka tempókat és a szatmári anyagokat. Ezek olyan dolgok, hogy gyerekként ugye dönthettem volna azt is, hogy elmegyek focizni és nem tudom, és biciklizni. Ezek is megvoltak, de ezek visszaszorultak, mert már akkor már látszott az, hogy ebben van valami. Én szerettem, ugye a sikerek hozták, még alám ezt pakolták, hogy folytassam, és mondom még egyszer, a pedagógusok azok, akik szerintem nagyon jól fogták a kezemet, és jó irányba vittek el. Gyorsan eldőlt, hogy hivatásul választod a táncot. Azt, hogy most milyen stílusban és hogyan, miként, hogy mi változott, az egy másik dolog. De ez már alap volt? Erről beszéltek otthon egyébként? Így nem beszéltünk, ugye én mindig a kitartást mondtam, hogy nyugi, csináljad, megvan hozzá a tehetséged. Az, hogy ő kitekintett másfele, azt gondolom, hogy abból is eredhetett, amikor a fiatalokat, a WC, Botos József, ugye a színház kérésére kijelölte, és ebbe a csapatba az Attila is bekerült. És én gondolom, hogy kaphatott ott az Attila olyan impulzusokat, ami arra ösztökélte, hogy esetleg nyisson ő más irányzat felé is. Ne csak a néptánc, mert egyébként mindig azt hallották, hogy az, aki néptáncot tanul, az tulajdonképpen minden tánc stílust el tud sajátítani. Tehát feltehetőleg, ugyanerről így nem beszéltünk, de hát most ez így kijött belőlem, hogy ő akkor kaphatott egy olyan impulzust, ami arra késztette, hogy akkor
néptánc után mást is megpróbáljon. Igen, az eséllyel pedig élni kell. Igen. Viszont szülőként azok az esztendők, mit kell tennie egyáltalán a szülőnek, hogy a hétköznapokból ünneplehessen? Tehát mi mindent kell tenni a hétköznapokon, hogy egy-egy fellépés önmaga számára is nyilvánvaló, és a gyermek számára is ünnep legyen. Hogy emlékszik vissza erre az időszakra? Én úgy, hogy én nagyon tudok dicsérni, de úgy, hogy nem elfogultan, mert a dicséret mellett mindig az is ott volt, hogy mire vigyázzál. Tehát megpróbáltam én ezt az arányt úgy kialakítani, hogy soha ne úgy érje meg, hogy én most csak rosszat mondok róla, hanem építő kritikát mondok, és ő ettől úgy vettem észre, hogy ez neki mindig többet jelentett, mint hogyha csak elfogult szülőként, ami soha nem voltam, mondtam volna és dicsértem volna. Maradjunk még a saját pályafutásánál. Igen. Ugyanis ez nagyon-nagyon fontos számomra. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az eredendő, a nagyszerű embereket is nagyon jó barátomnak vallhatom, tehát Novák Tatával, Folti Jolánnal, jószerűvel mindenkivel jó barátságot ápoltam, Pesovár Ferenccel nem különben. Mennyit változott, hiszen azt hiszem, hogy ön az autentikus, aki el tudja mondani, mennyit változott a tánc a 60-as évektől esztendőkön át a 70-es évekig? Mennyit tett hozzá például a táncház mozgalom elindítása? Én nem tudom, én inkább azt vettem észre, hogy ugye fiatalodott az oktatói gárda. Na most ugye azért ők is valahol a hagyományok, az volt az alap. De azért hozzátették azt, ami belőlük jött, amit belőlük kihozott tulajdonképpen ez a mozgalom, és én ezt úgy vettem észre, hogy ez jó irányba vitte a dolgokat. Tehát ha úgy vesszük, akkor azt mondjuk, hogy a Ásó István, Botos Jóska, aztán jöttek a Török Sanyi, Lazu, Gálber Attila, és aztán jöttek a Hánkakas öcsi, Vaséváék, aztán Majoros Bandi, Majoros Robi, és Molnár Gáborék, Szabó Vera, és így tovább. Tehát ez mind egy külön, aki természetesen a maga szintjét megütötte, hiszen az Alba Régia Tánc Együttesben ez egy magas szint. Tehát ezzel együtt a tánc is változott. Így van, de ott vannak az alapok, de ott vannak ők is. És ettől változott tulajdonképpen. Akkor kérdezem azt, hogy mindkettejüktől, hogy mennyit változtak a koreográfiák? Ugye a régi táncok nem meséltek történetet, volt egy rövid történet, egy kivonatos, most már elindultunk afelé, hogy a modern tánc az elmesél valamit, aminek van eleje és van vége. Hát én azt mondom, ugye, hogy kicsit visszatérek az előzőekre, hogy mennyibe változott ugye a 70-es, 80-as évektől a tánc, ugye a gyűjtés, ami illetőleg az anyagoknak ugye a felvétele. Tehát fejlődött a technika, ezzel fejlődött a gyűjtés is. Minél nagyobb számban gyűjtöttek, minél többen mentek el gyűjteni, annál több figura kincs alakult ki ezeken a területeken, úgyhogy maga a tánc az gazdagodott figurálisan. Technikailag azért gazdagodott, mert ugye volt Molnár technikánk, ami utána újra visszajött, ami egy balett alapú néptáncképzés, technikai képzés, így a táncosok is fejlődtek. Maguk a koreográfiák azok pedig a mai világban már nem tehetik meg a néptánc koreográfusok, vagy akik néptáncban koreografálnak és élnek és művészek, táncművészek, hogy csak néptánc, csak magyar néptáncban mozogjanak, kitekintenek a divattáncok fele, kitekintenek a modern táncok fele. Effektív mondhatjuk azt, hogy kortárs rondaszó lesz, izálódik a néptánc, mert hogy valamifele kell, hogy fejlődjön, nem maradhat le, nem ez egy színuszgörő, mindig azt mondom, hogy egy színusz hullám. Van, amikor a magyar néptánc van fönt, ugye volt, amikor a táncház mozgalomra szükség volt, akkor sajnos a magyar néptánc az lent volt, tehát kellett valami kéz, ami felhúzza, ez volt ugye a táncház mozgalom. Tehát sajnos a táncokról, amikor beszélünk, így a magyar néptánc is, és ugye az idegen táncok is, mint társas táncok, sajnos valamikor lent, valamikor fent. De csak így éli túl a tánc különben, hogyha egymásba kapaszkodik és együtt megy tovább. És a fejlődése is szerintem Igen, tehát lehet változó, ugye emlékszünk mi a Moly Szeljevre,
akik behoztak egy olyan stílust, ami hála Istennek elfelejtettük, mert bármennyire is látványos volt nekem azok a koreográfiák, az sokkal inkább egy artista mutatvány volt. És gyönyörűek voltak a lányok, volt, atlétikusak a fiúk, de igen, azt gondolom, hogy az nem a Kárpát-medence táncához tartozik. Annyit egyébként, az miként érték meg, hogy ahogy Attila is elmondta már, hogy új impulzusok érték a koreográfusokat is, hiszen kitágult a világ, Kárpát-medence, Felvidék, Délvidék, Kárpát-alja, aztán Erdély szerte, tehát a székely táncok bejöttek. Én azt gondolom, hogy az sokat jelentett. Hát ez az én korosztályomnak ez lényegesen több. Tehát most, hogyha egy kicsit megemlíteném a szenior csoportot, aki tulajdonképpen az 50 éves évfordulót, amikor ünnepelte az együttes, tulajdonképpen mi akkor alakultunk meg, hogy ugye nekünk ez új volt. Nekünk ez új volt, mi ezt is meg akartuk tanulni. Tehát azt mondom, hogy olyan mindenevők lettünk, és ez jó volt, hogy mi most annyival többek vagyunk azokhoz képest, akik mondjuk nem folytatták úgy a táncot, mint ahogy nagyon sokan, mert hát több mint 30 fős ez a szenior népcsoport, és tényleg különböző korosztály benne van, és elég nagy arányt képvisel az én korosztályom, akik mondom, a mai napig ott vannak a heti két próbán, és mindig újat és újat szeretnénk tanulni. Kalózs Zoli bácsi mondta, Isten áldja. Igen. Három esztendeje körülbelül, amikor még nagyon-nagyon sokat tudott beszélni, mindig sokat tudott beszélni, hogy ő a népdalok sorában tanulta meg azt, hogy minden egyes népdal hozzátesz és nem elvesz. Függetlenül attól, és itt a koreográfiákba állítanám párba, hogy függetlenül attól, hogy újak a koreográfiák, de az alapok, ahogy fogalmaztál te is, azok megmaradtak. Az mindig ugyanaz. Igen. Apropó, van olyan koreográfia, amit soha nem fog elfelejteni, vagy felejtenek el? Ami örökre rögzült, mert az maga volt a csoda akkor és ott. Én nem tudom, nálam az Ásó István volt mindig szinte egy olyan, akit annyira néztem, mert ugye nagyon balett alapú volt az, amit ő csinált, és most így hirtelen a Kalocsait tudom mondani, ugye, amit papucsba kellett táncolnunk, és ez a papucs, ez számomra történelem olyan szempontból, hogy volt egy fellépésünk a Vörösmarty Színházba, és egy nagykövet is jelen volt ezen az előadáson, és az én papucsom úgy lerepült, majdhogy nem az ő ölébe, hogy jó, kaptunk nagy tapsot, de ez úgy nekem nagyon megmaradt. Ez nekem nagyon megmaradt. Attila, a megannyi siker nekem mellett. Nagyon sok van. Igen, de tudom. Olyat, ami aztán volt valóban egy számunk, a Szüreti, az volt a címe, az nagyon sokszor, volt a Seprűs tánc is. Igen, az nekünk is volt. Azt mondjuk nagyon sokszor táncoltam, az mondjuk megragadt. Az Szüreti. A Szüreti. Mert ez gyerekként, igen, is, gyerekként táncolt, is táncoltam, igen, és felnőttként is. Ides Tova, negyed század, 23 éve, de 24, egy nagy döntést kellett hoznod. Ugye önálló lett a Vörösmarty Színház, és Péterfi Attila első dolga volt, gondolom én, hogy megkeresett téged. Nehéz volt a döntés, hogy a színháztársulatához szerződj, hiszen tudtad, hogy akkor a néptáncnak, azt nem mondom, hogy vége teljes egészében, viszont egy teljesen más műfaj és más kihívás. Ugye nekünk volt egy úgymond beszoktatási egy évünk már a Vörösmarty Színházba, mert ugye megvolt a Twist Oliver premierje, tehát mi azért azt az illatot azt beszívtuk már, hogy mi az a színház. Illetőleg miután felajánlotta Péterfi Attila igazgató úr nekünk a státuszt, ugye mi nem csak a néptánc, nem csak a színházban, tehát nem kellett elköteleződnünk a színház felé, hanem a néptánc is ugyanúgy működött. Tehát maga a néptánc, mint albarégia, és maga a Vörösmarty Színházban való státusz, az így párhuzamosan működött. Nagyon jól tudtunk szerepelni és részt venni az albarégiának a munkáiba, és nagyon jól tudtunk részt venni ugye a színháznak a produkcióiba. Tehát effektív olyanról, hogy én nekem döntenem kellett, vagy bármiféle olyan dolgot kellett volna lemondanom, ami nem de azért, de azért gondolom nehéz volt, hiszen ha úgy tetszik, külön-külön is teljes embert kíván.
tehát önmagában. Igen, de mi annyira éhesek voltunk, hogy teljesítettük. Tehát, hogy ugye akkoriban ez a mai színházasoknak, ha elmondom, hogy mi reggel gyerekdarabot játszottunk 10-től a Pelikánba, aztán 3-kor volt egy délutáni, meg este volt egy hetes előadásunk, és közben próbáltuk a következő darabot, tehát én éjjel-nappal a színházban voltam. Eközben ugye megbeszéltek alapján, teljesítettük a munkákat az Alba Régia heti 3 próbáján este 7-től, vagy fél 7-től 9-ig. Na lám, ebben lehet lubickolni, mondom én. Az emberek többsége el sem tudja képzelni, hogy ha hivatást választ, akkor van ilyen is, hogy reggeltől estig, és csak erről szól a történet. Persze sok minden más is belefér. Emellett ugyanakkor 2003-ban már több színházban is táncoltál, és jött 2005, az megint egy áttörés. Igen. A tánccsoportod megalakítása, hiszen az viszont sikersztori mindenképpen. Ahogy az egész életed, de most a tánccsoportról beszéljünk. Ugye a tanításom az már elindult az Alba Régia táncegyüttesben, mert ott én fellettem kérő még elég fiatalon a szeniornál, hogy betanítsam a meglévő koreográfiákat, illetőleg újakat. Aztán utána ebben nagy részt beleszerettem ebben a munkába. És utána jött egy időszak, amikor én ugye minden művészettel foglalkozó embernek van az önmegvalósítási része, amikor letáncolt a nagy részét a színpadi pályafutásának, és utána pedig ugye kellene valami önálló csapatot létrehozni, ekkor jött a gondolat, hogy én megalapítsam ezt a Jazz Dance nevű formációt, amit részben már ugye társakkal, mert Veszprémből, Pestről és innen Fehérvárról hívtam táncosokat, akik akkoriban gimnáziumot végeztek éppen, és egyetemekre és főiskolákra mentek tovább. Ennek a csoportnak ugye sajnos már vége van, tehát hogy már nem működik aktívan. Édes Tova három éve, azt hiszem. Igen, de rendkívüli sikereket hozott. Nagyon sok szakmai versenyen értünk el nívósdíjakat, kortárs modern, jazz alapú táncokban, illetőleg swing, ami ugye az én nagy szerelmem lett, és az argentin tangó. Tehát én a néptánc vonalon, ugye visszatérve a kérdésedre, amit még feltettél az elején, én az autentikából nem maradtam el. Tehát kiléptem egy picit erre a pályára, vagy erre az útra, de utána visszatereltem magam egy másik stíluson belül, igaz, de az autentikára. Tehát és engem, ami nagyon megfogotta, ugye, és hogy abban régi a táncegyüttes okán, hogy visszatérve, hogy én nagyon-nagyon megszerettem édesanyámnak köszönhetően ezt az autentikus táncot. Azt köszönjük. És az ezt most köszönöm is neki. No, ugyanakkor mennyit változott az élete az aktív tánc után? Hiszen azért az Alba Régia táncegyüttest, ahogy tehát jellemző módon, hogy a szeniorban még most is ott van, hála Istennek, azt nyilván nem lehet elfelejteni. Viszont van egy másik sík is, tehát ha úgy tetszik, kiszolgálni. Tehát én azt mondom, hogy a szolga szolgál, az ember az kiszolgál. Uh-huh. Kiszolgálni a jelent, illetve a jövőt. Na most Attila révén ugye én nem szakadtam el, és tehát Botos József hívására mentem én először a baráti körbe, ugye volt az Egyesületnek egy baráti köre, utána pedig a Gálné Háréva szólt, hogy nem vinném-e a pénzügyi vonalat az Egyesületbe, mert ő már nem szeretné, és akkor szívesen átadná, miután a végzettségem ugye, tehát ezen a közgazdasági vonalon van, és akkor így kerültem én aztán be ebbe a nagy feladati körbe, hogy tulajdonképpen aztán először, mint egyesületi tag, aztán felügyelőbizottság elnöke, aztán elnökségi tag több évadban is. A mai napig teszem a dolgomat, mert igazából én ettől nem tudok elszakadni, ettől az egész mozgalomtól nem tudok elszakadni, nem csak az emberektől, hanem ettől a mozgalomtól nem tudok elszakadni, mert én gyerekként nagyon megfertőződtem, hogy most ezt a csúnyán fejezzem ki magam, hogy igazából ez bennem van. Tehát kerek a világ. Bennem van. Mindenféle értelemben. Igen.
No, viszont 70 éves ez a csapat, és hála Istennek nagyon sokan még köztünk vannak, akik az elején is már köztünk voltak és táncoltak. Lesz egy gála, és lesz egy néptáncfesztivál. Az idei év, az Alba Régia Tánc Együttes éve, tetszik, nem tetszik, de én azt hiszem, hogy nincs Székesfehérvár, akinek ez ne tetszene. Milyen gondolatokkal készülnek erre a jubileumra? Már ugye ez elkezdődött, ez a program elkezdődött. Volt egy nagyon megható és nagyon érzelmekben, nagyon csúcson lévő rendezvény, ez a Családban marad, ahol ugye így megjelent anya-fia, anya-lánya, apa-fia, apa-lánya, vagy fiú, mert a fiút is mondjam. Apák, anyák. Én még mindig annak a hatása alatt vagyok, holott mi sajnos nem tudtunk részt venni, az én miattam, nem Attila miatt, én miattam, mert történt egy kis dolog, és emiatt nem tudtunk részt venni, de ott voltam, hál' Istennek. És azt mondom, hogy ennek folytatásnak kell lenni, na most ennek azt mondom, most jön majd lesz egy senior fesztivál június 1-én, tehát a senior csoport lesz ennek a házigazdája itt Fehérváron, tehát ott is megmutatjuk, tehát a legendák, hogy úgy mondjam, ezek az idősebbek, akik tényleg koruknál fogva, ha nem is alapítók, de ott voltak már a megalakulás utáni elkövetkezendő 10 évben, és várjuk az augusztus 20-át, amikor szintén meg tudjuk mutatni ugyanúgy, hogy azért a 70 év alatt mit hoztunk létre. Tehát tulajdonképpen én bennem van egy tennivágyás és tenni akarás, úgyhogy én bízom benne, hogy ez nagyon jó fog sikerülni. Köszönöm szépen, és örülök, hogy ezt mosolygos szemmel mondom. Igen. Attila, igen. A 40. születésnapod tájékán járunk. És tényleg. Tehát ez is egy vízválasztó. Te miként készülsz? Hiszen ez egyrészt egy fontos születésnap, a másik oldalról pedig ez a 70 esztendő azért méltósággal és felelősséggel teli. Én nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, én nagyon szeretek ezekre a próbákra bejárni, én nagyon szerettem is ezt az együttest, és az az igazság, hogy izgulok. Lesz 4 számom, szeretném megállni a helyem, úgy izgulok, mint 18 évesen vagy 17 évesen, amikor felkerültem a nagy együttesbe, és nem is csak az együttesbe, hanem az első sorba táncolhattam. Úgyhogy izgalommal várjuk, nagyon jó lesz szerintem a műsor, szerintem biztos. Nagyon nagy taps lesz, állva fognak tapsolni végig, reménykedem benne. Úgyhogy izgalom hátán. Köszönöm szépen, és jó egészséget, jó munkát kívánok hozzá. Lesz dolguk bőven, nincs kétségem felőle. Mi pedig székesfehérváriak, én azt mondom, nagyon sok mindenkivel beszéltem, nagyon-nagyon várjuk már ezeket az ünnepi pillanatokat, mert ha valakik, akkor önök megérdemlik, hogy kiemelt figyelem kísérje minden egyes pillanatát ennek az ünnepi évnek. Köszönöm, hogy megtiszteltek, jó egészséget, jó próbákat kívánok, és természetesen szépen. Ott leszünk minden köszönjük. Egyes eseményen. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetések extrát látták. Vendégem Bokorné Döme Mária és Bokor Attila volt. A témánk pedig természetesen 70 éves az Alba Régia Tánc Együttes. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!